szevasztok, srácok! Egy kis Warrington belváros, oh yeah! Hát borzalom, ahogy kinéz, most mondd meg! Úgy tűnik, hogy még itt, tehát vannak ezek a fix felrakók, mint a komposzt meg a másik, a gyepszőnyeg, de ma két másik helyen is voltam. Aztán mondták, hogy ez azt mondja, Town Center, jaj Istenem, mondom, itt keresünk ott kamionnal. De hát ez a cég itt volt már, amikor még lovas szekérrel jártak. Most nem tettnek arra, hogy körbeépítették. Na mindegy, azt mondják, ilyen kígyó alakzatba kell majd visszatolatni. Húha. Hát az fantasztikusan hangzik, nem? A kisebbik pótkocsi van nálam, ez 4,20 magas. De sehol nincsen híd, úgyhogy igazából az mindegy. Megnéztem, hol van a cég, és nem mindegy, hogy melyik oldalról megyünk, mert ugye jobbra-hátra könnyebb tolatni, mint balra-hátra, és a navi az nyilván úgy akart vinni, hogy balra-hátra kelljen tolatni. Szóval az úgy annyira nem pálya. Eltelt a 4 napos hétvége. Hát már azt hittem, megőrülök teljesen. Hát ebből ugye három teljes napot voltam otthon. Csütörtökön elmentünk Walesbe, megmásztuk a legmagasabb csúcsát, ami a Snowdon 1085 méter magas. Azt csináltuk, aztán utána 3 napot otthon voltam én is. Hát már azt hittem, hogy fekélyes leszek, vagy valami. Legalább ez a minimum, mondom. Úgyhogy örültem, hogy itt a hétfő végre lehet dolgozni. Egyébként az előző videóban nem mondtam, de jubileumi hétvége volt, azért volt most 4 nap, mert a királynőnek most van volt a 70. uralkodási évfordulója, és hát ez elég nyomósok volt az ivásra most a hétvégén. Úgyhogy pénteken mondták egyébként, hogy ne jöjjek 6.45-re, mert azt mondja, hogy 4 napos hétvége lesz, mondom, azt mondja, ráérek 7.30-ra jönni. Ó, mondom. Király. Úgyhogy emiatt volt ez a 4 napos ünnep. Ami érdekesség, hogyha ilyen 4 napos ünnep van, és mondjuk csütörtök az ünnepnap, és kiadják a pénteket is, akkor itt nem kell bedolgozni a pénteket. Úgy, mint Magyarországon, hogy vagy előbb, vagy utóbb, de be kell menjél egy szombatot, de itt Angliában ilyen nincsen. Tehát itt, ha ki van adva, akkor ki van adva. A busz végállomás balra, Golden Square, itt tudod elkölteni a nehezen megkeresett pénzedet. Nagyon vigyázni kell egyébként ezekkel a bevásárlóközpontokkal, mert sokszor előfordul, hogy a bevásárlóközpont előtti parkolót azt egy tök más cég üzemelteti. És hiába ott vásárolsz a boltban, akkor is parkolójegyet kell venned. Na, a múltkor én úgy jártam, hogy tökre nem is figyeltem ezt az egészet. Láttam, hogy van parkolóra, de mondom, vasárnap van, úgyse kell fizetni érte, vagy ha bármi van. És kiderült, hogy akkora mázlim van, hogy vasárnap tényleg nem kellett fizetni érte, de nem elég az, hogy ott hagyod az autódat, bemész egy negyed órára valahova, és akkora mázlid van, hogy pont nem büntetnek meg, nehogy azt hitt. Kamerás rendszer van, felírják a rendszámodat, lefényképezik a rendszámodat, és kifele jövetnél, ha nem vagy befizetve a gépbe, vége van, jön a 100 fontos büntetés. Itt már nem is jár parkolóőr. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, meg arra, hogyha nem is kell fizetni a parkolásért, de sokszor ilyen 2 óránál többet nem lehet ott parkolni, mert akkor megint megbüntetnek 100 fontra. Na várjatok? Aztán ez az a rokóil. Hát ez be van zárva.
Hát ez be van zárva. Ez totál szívás, srácok, ez be van zárva. Azt ígérték pedig, hogy 5-ig nyitva lesz. Megyek, becsengetek. Aha, na kinyitották a kaput. Mondjuk senki nem jött, senki semmit nem mondott szokás szerint. És már zárja is be a kaput, hát ezt nem hiszem el. És így hogy a francba tolassak be? Őszintén. Hát jönnek az autók, érted? Egyszerűen annyi helyed nincsen, hogy bármit is csináljál. És már zárja be a kaput. Hát most lezárjuk persze a két sávot, rátolatunk, aztán majd megnyomjuk a csengőt még egyszer. Szerencsére jó nagy helyünk van. Na, jött valaki, kinyitotta a kaput. Aztán szerintem hátra kell betolni. You're right. Where is the loaded trailer? On the back. Okay, thank you. Aha. Szóval azt mondja, hátul van. Hát, ja, azért nem olyan jó. Annyira nem kényelmes. Eléggé be kell fordítani. Csak ebből a... innen nem tudom befordítani. Arra kell menni. Az a baj, hogy nem férek be így a kapun. És jönnek, érted, és csak jönnek, és nem fogynak el soha az életbe. És csak jönnek. Zárja be a kaput megint. Szar, egyszerűen fos az egész. Próbálnék arrád menni valahogy közelebb, bal oldalra. Persze felnyomnak az internetre abban a pillanatban. Felnyomnak a netre abban a pillanatban. Nézzétek a bénát. Lezárja keresztbe a forgalmat.
Ugye ez volt a baj, hogy itt túl közel voltam ezzel a jobboldali kaphoz, aztán a vontatóval nem bírtam utána menni. Láttam a pótkocsinkat, azaz. Látok egy pótkocsit, de... Ez a zöld, ez a miénk lenne? Mindjárt majd megnézzük közelebbről. Itt kék pótkocsik vannak. Ha viszont nincsen másik, akkor valószínű. Hoppá! Nem jó? Hát azért csak kiegyenesítem egy picit felbe. Nem mondják, majd béna vagyok. Na, így. Reggelt, srácok! Június 7-e van, kedd. És tegnap, itt az Isten, pont ugyanezen az útvonalon jöttem, mint általában minden nap. Pont ugyanebben az időben. És feltűnt, hogy egy iskola mellett kell elmenni. És rengeteg gyerek van ebben az időben a környéken, és csak meg akarom nektek mutatni, hogy milyen egyenruhában járnak itt a gyerekek iskolába, hogy lássatok ilyet is. Ugye Magyarországon ez egyáltalán nem elterjedt, hát a jót nem tudom, Amerikába kell még talán ilyen egyenruhát hordani, de itt Angliában is kötelező. Hát, ha szerencsénk van, akkor ma is mennek iskolába, és fogjuk látni őket. Hát ugye 8 óra 2 van, hát nem tudom, 9-re járnak itt iskolába a gyerekek, ha jól tudom, 9, fél 8, 3-4, 9-kor van kapuzárás, hát vagy akkor van kapunyitás, nem tudom, itt nem lehet egy órával előbb odaérni. Tehát van egy ilyen 10-15 perces ablak, amikor bemehet a gyerek az iskolának a területére, viszont előtte nem. Tehát olyankor
halálatta a közlekedés, mert ugye mindenki kocsival jár jóformán. Na itt is vannak. Hát úgy látom, most nincsenek annyian, mint tegnap. Nincsen szerencsénk. De ha jól látom arra, lassabban megyek, hogy lássátok. Tehát lehet látni, hogy a fiúk ugye ebben az ing nadrág, ez az öltöny-zakószerűség, vagy mi az Isten. És akkor a lányoknak is hasonló, csak nekik szoknya. Igen, most úgy látszik, hogy itt a zöld egyenruhások vannak többen. Gondolom, hogy iskolánként eltér ez a dolog. Itt ez a zöld van, látjátok? Meg ez a lilás, kékes összeállítás. És akkor a szoknyához választható ugye nekik a harisnya, de gondolom ez opcionális. Hát most 14 fok van, de amúgy ilyen 4-5 fokig nem zavarja őket a hideg. Egészen nagytól egészen a kicsiig, szóval nem fáznak. Meg itt azért másképp alakul a hőmérséklet, mint Magyarországon, tehát itt most mit, 14 fok van, és mondjuk azt, hogyha kiszállok innen, akkor egy picit úgy érzem, hogy hűvös van. 14 fokban. Tehát pólóban tudok dolgozni kb. Olyan 13-12-ig. De csak akkor, hogyha nem kell túl sokáig. Tehát még mondjuk kinyitom a ponyvát, most is pólóban vagyok például. De hogyha húzamosabb ideig kell kint lenni, akkor viszont felveszek egy pulcsit. Viszont tisztán emlékszem, hogy Magyarországon ilyen 16 foktól kezdődött az, hogy már nem vettem fel kabátot. De akkor úgy voltam vele, mint most a pulcsival, vagyis most a pólóval, hogy csak akkor, hogyha nem kellett túl sokáig kint lenni. Amúgy ilyen 18-19-ig hordtam vékony kabátot. Szóval érdekes, hogy itt most tök másképp alakul ez a dolog. Viszont a meleggel is nagyjából ugyanez a helyzet. Tehát nyáron ugye nem szokott nagyon meleg lenni, de viszont az ilyen 25 fokot, azt már, és mondjuk süt a nap folyamatosan, azt már úgy simán érzed ilyen 30-nak. És hogyha felmegy ilyen 27-28, vagy esetleg még a fölé, mondjuk az már nagyon ritka. Még ilyen 27-28-ban még belemegyünk, de 30-ban már egyáltalán nem. Na az viszont már halál. Tehát ott már megdög lesz. Úgy látszik, nem minden lánynak kell a szoknya. Lehet, hogy opcionális ez is, de a legtöbb lány szoknyából. És a fiúk nem hordanak szoknyát. És akkor úgy van, hogy amikor születésnapod van, akkor felvehetsz mást egy tanévben, azon az egy napon. De egyébként ebben a egyenruhában kell megjelenni minden nap. És az elnézem, azért az nem rossz, vagy nem rossz, nem jó, azt akarom mondani. Hát én emlékszem, én utáltam ezt az ünneplőt felvenni, szorít, kényelmetlen, nem jó, minden bajom volt benne, mindennél jobban utáltam az ünneplő ruhámat felvenni, és halál lesz ez, hogy most itt viszont a gyerekek így vannak. Tehát én emlékszem, amikor évnyitóra kellett menni, és tényleg fel kellett venni az inget, meg a lakcipőt, meg a nadrágot, és utána le kellett ülni még az egész tanítási napot, tehát az nekem a halál volt, tehát annál jobban semmit nem utáltam. És itt így nyomják, látod, ez az akkó, ing, nyakkendő megkötve. Ha jó, persze nekik ugye ez a normális, de én nem bánom, hogy nem volt ilyen nekünk. Ja, és itt, ha jól tudom, 6 hetente, hát nem az túl kevés, 6 hetente van szünet, egy hét, vagy hát a franc tudja, de sűrűbben van szünet egyébként, mint Magyarországon. Viszont nyáron nincsen 3 hónap szünet úgy, mint Magyarországon, hanem hát nem is tudom, valamivel kevesebb van. De
nincs annyit otthon a gyerek. Illetve 12 éves kor alatt nem mehet egyedül iskolába a gyerek. Sőt, 12 éves kor alatt sehova nem mehet egyedül a gyerek. Nem lehet otthon a házban sem egyedül a gyerek. Tehát, hogyha ezt megtudja a szomszéd, és nem vagytok puszi haverok, akkor felnyom a picsába, és abba balhé lesz. Tehát nem lehet otthon egyedül a gyerek. Itt egyenesen a nyalókával hadonászó úriember a Council-nak az alkalmazottja, és ebben az időszakban szoktak itt dolgozni. Az igen. Szép darab. Szoktak dolgozni, hogy megállítják a forgalmat, és így segítik a gyalogosoknak az átkelését. Ebben az időszakban, ilyenkor reggel, meg délután, amikor jönnek-mennek a gyerekek, meg a szülők, meg ilyenek. Ja, igen, és délután, hát délután 3-4-ig van iskola minden nap. 9-től valami 3-4, szóval azért ledolgozzák azt, amit egy átlag ember. Tudom, látszik rendesen? Ja, viszont ami lényeges különbség, hogy itt nem kell megtanulni a gyerekeknek úgymond semmit, tehát nincs olyan számonkérés, mint ami Magyarországon, hogy... Na várjatok, mert itt mindig attól félek, hogy jön valami mentő, vagy valami tűz ott, aztán nem hallom, kifordulok elé, hogy itt mindig szét szoktam nézni kétszer. Szóval, ugye nekünk volt ilyen osztályozás, kaptunk 1-5 jegyeket, és ugye meg kellett tanulni, voltak ilyen random számonkérések, meg ilyenek, ez teljesen megszokott Magyarországon, na itt ilyen nincs. Tehát itt abból áll a tanítás, hogy beülnek az órára, megbeszélik azt a dolgot történelemből, amit éppen meg kell beszélni, ott elbeszélgetnek róla, és kész. Tehát tulajdonképpen a gyerek otthon nincsen kötelezettsége megtanulni, mert az iskolában nincsen számonkérés. Házi feladat, hogy jól tudom, van valamennyi, de ebben sem vagyok biztos. Viszont ez a klasszikus számonkérés, témazárók, meg ilyen fél éves témazáró, meg ilyen random röbb dolgozat, meg ilyenek, na ilyen egyáltalán nincs itt. Szóval érdekes egy rendszer működik egyébként, mert van ez a CPC tréning, ugye az itteni CPC, ami Magyarországon a GK-t jelenti, és az is egy 5 napos tréning, és nem kell belőle vizsgázni. Tehát ugye amikor csináltam ezt a Stobartnál, akkor is annyi volt, hogy 3 napig, 3x8 órát ültem a laptop előtt, home office-ban, elmondták, hogy mi van, és ennyi. Felírták a rendszerből, hogy részt vettem az oktatáson, és kész. Nem kellett vizsgázni úgy, mint Magyarországon, hogy van 3x25 kérdés, és számítógépen kell vizsgázni. Tehát itt ilyen nincs. Nagyon fura egy rendszer. Jó, mondjuk most egy ilyen GKI oktatáson, azért most aki folyamatosan sofőrként dolgozik, azért túl sok újdonságot nem tudnak neki mondani. Most persze, hogy vannak ilyen speciális esetek egyes szabályokkal kapcsolatban, amit mondjuk ugye nem használsz minden nap, az valószínűleg ott hallhatsz valami új dolgot, de egyébként a munkához szükséges napi dolgokat azt ugye tudod fejből. Úgyhogy ez így néz ki, kb. Ez a dolog. Tegnap többen voltak, tegnap kellett volna, csak nem volt eszembe. Majd, hát ha máskor. De azért nagyjából láttátok szerintem, hogy mi a helyzet itt. Ezt csak azért akartam megmutatni, mert a YouTube statisztikák szerint a
nézőknek a legnagyobb százaléka az 35 és 45 év közötti. Szóval nagy valószínűséggel van gyereketek. Úgyhogy érdekes lehet látni, hogy itt Angliában hogy járnak iskolába. Akinek van gyereke itt Angliában, általában szidja az oktatást, hogy egy szar. Most én nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. De az biztos, hogy annyira szigorú nincsen, mint Magyarországon. Hát nem is tudom, még talán jegyeket se kapnak. Szerintem. Szóval úgy igazából nem is tudom, hogy a francba lépnek ugye osztályt, meg mi alapján teljesítenek egy évet, úgyhogy bejárt minden nap. Szóval az úgy alapvető dolog, hogy bejársz minden nap. Szóval ezt így nem igazán értem, hogy tudsz elvégezni egy iskolát, úgy tulajdonképpen nem kell tudjál semmit. De én amikor a rokonaimmal laktam, azt a hát, nem tudom, fél évet, ugye amikor eljöttem Magyarországról, hát én nem láttam a gyereket tanulni soha. Szóval, ja, ez úgy érdekes. Suliból hazajött, PlayStation-ön játszottunk, aztán annyi volt. Szóval úgy fura. Fura ez a dolog. Úgyhogy nem tudom, gondolkoztam rajta, bár egyre jobban inkább nem érdekel ez a dolog, hogy megcsinálom a gépes papírjaimat itt, hogy ugye annyival is több munkát tudjak vállalni. De hogy tartok amúgy én ettől az egésztől, hogy működik ez az egész. Szóval magát a nyelvtudásomat én azért nem tartom ennyire stabilnak. Bár eddig még mindent el tudtam intézni, amit el kellett. Meg úgy az idő elteltével úgy egyre jobban beszélem ezt a dolgot, de hogy rengeteg szakmai kifejezés, új kifejezés, szóval egy szakmai nyelvet megtanulni megint a nulláról, úgyhogy nem is biztos, hogy fogom használni. Úgy nem tudom, hogy mennyire van értelme. Meg ráadásul az, hogy nem tudom, hogy egyáltalán van-e kedvem ezzel foglalkozni. Mert nagyon sokba kerülne a papírok megszerzése azokra, tulajdonképpen a minimum gépekre, amik a legelterjedtebbek az építkezéseken, vagy a cégeknél, ugye, mint homlok rakodó, teleszkópos rakodó, forgókotró, szóval ezek azok, amik javarészt ugye bárhol előfordulnak. És az az igazság, hogy nulla tapasztalatom van benne, érted? Szóval nem szeretnék olyan munkát végezni, amihez nem értek. Olyan munkát akarok végezni, amit már csináltam, azt, mert ez a kamionozás, ezt már csináltam. Ismerem a vontatókat, ismerem a típusokat, ismerem a pótkocsikat, ismerem a munkákat. Szóval nem nagyon, hát tudnak még újat mutatni, de mit tudom, ezt a billentyezést az életben nem csináltam még, szóval. De én félek tőle, hogy felborul, azért láttam egy pár ilyen videót a YouTube-on, hogy felborul, beleragad a sár, és hogyha már nem egyenesen áll, akkor felborul, és nekem mindig ez a legnagyobb félelmem, hogy felborulok vele a francba, úgyhogy nem szívesen csinálnám ezt se. Szóval emiatt egyre inkább úgy gondolom, hogy nem csinálom meg ezeket a papírokat. Meg az, hogy nem tudok építkezésen dolgozni. Csináltam és nem volt jó. Nem vagyok jó csapatjátékos. Nem tudok az emberekkel együtt dolgozni. És hát persze most mondhatjuk, hogy ez nem az én hibám, de én tényleg azt gondolom, hogy amúgy nem az én hibám ez a dolog, mert én mindig mindent megteszek azért, hogy haladjon a munka, és hogy jó legyen, és amikor olyan emberekkel kell együtt dolgozni, akik viszont dusták, és nem halad a munka, és jön a főnök, és lebasz minket azért, hogy mert miért csak ennyit haladtunk, mert ez így nem éri meg. Erre konkrétan volt példa, hogy a főnök pumpálta bele a pénzt otthonról, hogy menjen a biznisz, az emberek meg a dohányboltban kávézgattak, meg cigizgettek egész nap, aztán persze, hogy nem haladtunk sehová,
és le lettünk cseszve, hogy nem haladunk sehová, és én ezek miatt nem tudok csapatban dolgozni. Szóval olyan csapatban tudok dolgozni, ahol az emberek dolgozni akarnak, de olyan csapatban, ahol csak én akarok dolgozni, és a legtöbb ember viszont nem, úgy nem tudok csapatban dolgozni. Meg úgy eleve ez miatt nem szeretek emberekkel együtt dolgozni se, úgyhogy egyre jobban egyébként, ahogy telik az idő, kezdem megszeretni ezt a kamionozást, és ez emiatt van, hogy el kell fogadnom, hogy nem akarok emberekkel együtt dolgozni. Mert mindig van valami konfliktus, és mindig van valami, ami miatt az emberek elkezdenek cseszegetni, és aztán nem érzem jól magamat a munkahelyen. Hiába szeretem a munkát, hogyha ugye az emberek miatt nem tudok ott dolgozni tovább. És egyre jobban inkább úgy vagyok, hogy szeretem inkább ezt a kamionozást, meglátom benne a szépséget, hogy miért jó ez nekem, és akkor inkább csinálom ezt. Ehhez úgymond értek, láttam már ilyet, csináltam már ilyet, nagy valószínűséggel jól meg tudom csinálni, úgyhogy inkább maradok ennél, mint hogy most beleöljek egy csomó pénzt, energiát egy másik szakmába, amit aztán utána lehet, hogy nem is élveznék, vagy nem tudom. Szóval ilyen helyen tudnék, hogyha gépkezelő lennék, csak azt tudnám elképzelni, hogy egy olyan helyen, mint itt bent vagy, pakolod azt a rostát egész nap, néha átviszel egy kanállal oda, jönnek a kamionok, feltúrod, azt egész nap senki nem szól hozzád, az úgy nekem oké. De az, hogy építkezésen dolgozni együtt emberekkel, az halál. Tehát ezt csináltam másfél évig, és nem volt jó. Itt van ez a targoncás. A múltkor semmit nem kell mondani, de tényleg semmit, már köszönni se kell neki, hogyha nem akarsz. Elhúzod a ponyvát, és beválsz oda, megfordulsz, és majd szól, ha kész van, vagy nem is szól, csak elmegy. Megszámolod a raklapokat, megvan a 36 darab, mehetsz a dolgodra. Na, itt van ez a targoncás. A múltkor felhívott a cég, hogy fel kell vegyek 3 raklapot, úgyhogy tetessek át 3 raklapot hátra, hogy legyen 3 raklapnyi hely itt a homlokfalnál elől. Kiszállok, és akkor mondom a targoncásnak, hogy tegyél már át 3 raklapot hátra, mert kéne itt ez a hely, és akkor elkezd nekem pampogni, meg hőbörögni, hogy hát ezt nem lehet hátra rakni, meg ő ezt így nem tudja megcsinálni, meg hogy itt áll mögöttem 2 kamion, ő most amúgy se ér rá erre, de arra ráért, hogy velem veszekedjen nyilván. És akkor jó, mondom, hát akkor felhívom a céget, és akkor mondom nekik, hogy nem rakod át, hát most mit tudok csinálni. És akkor hozzák tovább a raklapokat, és akkor mondom neki, hogy de hát mondom, rak hát át, mondom, azt a 3 raklapot, hát kéne a hely. De hogy nem lehet, meg így nem lehet, meg úgy nem lehet. Azt a végén, hát hogy én nem veszekedtem velük, mert én leszorom az egészet, szóval felhívom a céget, aztán beszéljék meg, hogy mi van. És akkor a végén csak levette azt a 3 raklapot, aztán levette, de aztán valahogy nem is rakta vissza azt a 3 raklapot, meg ki kellett csipogni neki, meg mit tudom én, és akkor azon gondolkoztam, hogy eleve, hogy amíg ezen vitatkozott, hogy ő nem veszi le azt a 3 raklapot, amit nem is azt mondtam, hogy vegye le, hanem csak tegye át, hogy az alatt már rég megcsinálta volna az egészet, és hogy az nem tűnik fel neki, hogy amíg velem veszekszik, az alatt már megcsinálta volna azt, amit kértem. És nem, és azért, mert ő a targoncás, és azért, mert ő nem akar dolgozni, mert ő ezt nem akarja megcsinálni, és akkor velem vitatkozik a helyet, hogy megcsinálni, és én ezek miatt nem tudok emberekkel együtt dolgozni. Egész egyszerűen nem megy. Szóval én így nem. És akkor utána aztán össze-vissza rakosgatták a raklapot, hozzák folyamatosan, hozzák kifele, hogy ők felrakják a 36 darab raklapot, de mondom, emberre, mondom, fel kell vegyek 3 raklapot, nem tudom, milyen nehéz, hogyha 1 tonna darabját számold már ki, hát mondom, hány tonna már ez az egész szerelvény, mondom, vedd le azt a 3-at, hát rakjál fel 3-mal kevesebbet. Hátulról innen át kellett volna rakni hátra azt a 3-at, és az utolsó 3-at meg bent kellett volna hagyni a raktárba. Ennyit kértem. És nem, mert nem jó, meg úgy nem lehet, meg nem akarja, meg miért nem szóltam előre? Hát mondom, azért nem szóltam előre, mert nekem is csak most szóltak. Szóval
Szóval ez az állandó kötekedés, meg majd ő megmondja, meg majd úgyis ő a targoncás, meg tudom én, meg ő az utolsó szó, szóval én nem tudok így emberekkel együtt dolgozni. És amikor az építkezésen dolgoztam, akkor is mindig ez volt, hogy kértél valakitől valamit, és nem csinálta meg, és azt nézték, hogy mit nem lehet megcsinálni, nem azt, hogy mit hogy lehetne megcsinálni, nem azt nézték, hogy haladjon a munka, hogy csináljuk, ráadásul ugye ez egy családi vállalkozás volt, szóval ott még fontosabb lett volna, hogy hatékonyan dolgozzunk, mert ugye nekünk kellett kitermelni annak az embernek is a bérét, aki nem dolgozik, és nem, egyszerűen nekik vannak azok az emberek, akiknek az egójuk nem engedik azt, hogy egy másik ember kérjen tőle valamit, hogy csináljon meg. És így nem lehet együtt dolgozni emberekkel, érted? Szóval egyetlen egy jó munkatársam volt ott, hát a halálba baszogatták azt is, egy fiatal csaj volt, hát fiatal, végülis a 30x éves az még fiatal. És ketten mentünk oda melózni, és na ő volt olyan, hogy bármit kértem tőle, mindig megcsinálta, és hogyha ő kért bármit tőlem, én is mindig megcsináltam, és így tökre tudtuk egymást segíteni ezzel, és tökre minden meg volt csinálva, és tök jó volt az egész, szóval, és nekem nem bántotta az egómat, hogy most kiad nekem egy valamit, hogy segítsek neki megcsinálni, szóval, nem tudom. De aztán csak nem bírta ki egyébként a targoncás, hogy ne az övé legyen az utolsó szó. Azt mondja, legközelebb szóljak előre. Hát mondom, ember, legközelebb, hogyha tudom előre, akkor szólok előre. Hát szerinted, ha nem tudom előre, hogy fog kelleni az a három raklapnyi hely, akkor hagyom, hogy felragd, aztán annyira béna vagyok, hogy miután teleraktad a 36 raklapot, felraktad, utána szólok, hogy pakold át. Hát szerinted ennyire béna vagyok, de tényleg... És ez itt a kamionos szakmában is nagyon általános dolog. Ez a targoncás, portás, site manager, hát az az Isten. Na megyek el, ponyvázok, tudjanak dolgozni. Mit rejtegetnek itt a két épület közt? Duff, Leyland. Hát valószínűleg már nem igazán működik. De ha ez nem lenne elég, van itt egy másik.
Imádom. Á, nincs benne aksi, aha. Imádom a régi autókat, kamionokat, mindent, ami régi. Elképesztő. Ültem már benne, csak mondom, ezt muszáj látnotok. Beülünk még egyszer. Ez a szag, ami itt van, hát ezt éreznetek kellene. Igen, próbáltam ráadni a gyújtást, mondom, hát ha megtudjuk a futott mérföldet, de sajnos nem. Nem tudom, hogy mikor évjárat lehet, de például a mérföld számlálója már digitális. Elképesztő. Világítás, kapcsolás. Nézd csak, van rajta olyan, hogy konvoj. Off. Konvoj. Világítások. Olaj, olajnyomás. Ez valami levegőnyomás lehet. Ez is levegőnyomás lehet. Nézd csak, a fordulatszám visszajelzője is digitális már. És üzemanyag szintjelzés és vízhőfok, ez is. Nem, ez nem, ez ennek van mutatója. Igen. High, üres és low. Pull to stop. Ezzel lehetett leállítani? Vagy mit? Fűtés és egyéb dolgok, illetve itt még van egy terepváltó, vagy valami olyasmi féleség. Itt ültek bent, aztán nyomták arra. És akkor gondolom, erre szerintem lehetett egyébként valami puskát felrakni. Látjátok, hogy ez itt például ki van párnázva, gondolom az ötykölődéstől, hogy ne csessze szét annak a derekát, aki ide feláll. Igen. Lomos. Nem semmi mi. Mikor vannak itt klíma, légrugós ülés, micsoda. Nézzétek csak, itt is mi van. Rádió. Adjad már. És tök jók a gumik, le sincs cseresztve. Ez meg még lehet, hogy egyébként a gyári gumia neki. Simán lehet. Ilyeneket rejtegetnek. Beszarás, ez miért nem adják oda valakinek, hogy újítsa fel, azt tegyék múzeumba? Ez itt rohadt célja. Hát igen, hulladéklerakó. Gondolom, ide behúzták valahogy, aztán ebben sincsen aksi. Ide behúzták, aztán le lett rakva. Az állóklímának a víztartálya, hogy ne. Gyönyörű gép, még az eredeti rendszáma is megvan, 22KJ61. Még ez is megvan. Hát igen, próbáltam kinyitni ezt, megnézni, hogy mikori modell, mert a másiknak le van fújva a
az adattáblája zölddel, de nem nyílik az ajtó, úgyhogy... Ilyeneket dugdosnak itt a két épület közt, nem? Durva, mi? Na, vannak itt érdekes dolgok azért. Tehát ugye eléggé egyenetlen itt a talaj, ahogy látjátok. És így van lerakva a pótkocsi. Hát ugye ez éri a földet szinte, a másik az egyáltalán nem, hát oda beférne az a tégle alá, simán. És így az van, hogy nem tudom annyira felemelni a légrugót, hogy neki feküdjön a nyereg a pótkocsinak, és emiatt nem akad be. Úgyhogy erre azt fogjuk csinálni, hogy fentebb kell tekerni a gólyalábat. Igen, épp hogy csak egy picit van megemelve, mert fentebb kell tekerni a gólyalábat, hogy lemenjen a pótkocsinak az eleje, és azzal tudjuk szerintem megoldani ezt a problémát. Itt hagyom a kamerát nektek, bár nem tudom mennyi látszik. Vagy inkább itt hagyom. Itt jobb sokkal. És akkor feltekerem a gólyalábat. Aha. Ja, ez így elég szar. Tehát ez nem jött be, mert fel van feküdve a pótkocsi, csak ugye a másik oldalra. Úgyhogy ezen a keréken kellene emelnünk valamennyit. Valahogy téglákkal. Ki kell menjek ebből a gödörből, és akkor raknom kell bele téglákat. Ha valahogy így néz ki ez a dolog, nem sok rendszer van benne, úgyhogy azt ne keresd. Jó, hát egy picit még félreáll, de felakadt annyira, hogy legalább már ki tudjuk húzni innen. Így van, be van akadva. Hoppá, lecsapta a kamerát. Így már kibírjuk húzni innen, hát egy óvatos betonozás nem ártana ide, de végül is. Hát így is meg lehet oldani a dolgokat, nem? Akkor minek? Na, menjünk. Hát ahogy elnézem, vannak itt érdekességek. Tehát oda kell betolatni. Balra, hátra, hát az a Royalnél annyira nem jó helyen áll. Úgy tűnik, hogy azért mégsem mindig ugyanazokat a címeket csináljuk. Hát mondjuk ez is egy 11 kilométerre van egyébként a depótól, szóval... de egyáltalán nincsen messze. Kisebbik pótkocsi van nálam, az úgynevezett single deck. Ezt a kifejezést itt hallottam először. Meg is kellett kérdezzem, hogy ez az-e, amire gondolok. Nem lenne jobb, hogyha befordulnák oda. Ide jobbra befordulnék, és akkor úgy tolnám hátra, hát nem tudom, srácok. Ugye sarkon állnak az autóval, szóval...
mindegy, rápróbálunk erre. Szóval, hogyha nem megy, akkor... próbáljuk valahogy máshogy. Remélem nem vágják le a tökömet. Azért, mert bemertem jönni ide. Ugye halál ugye ez a balra-hátra tolatás. Totál halál, várja. Picit még, hogyha tudnék rajta fordítani, az jó lenne. Aha. Jó lesz. Mindig érdemes a könnyebb utat választani egyébként, én azt gondolom nem éri meg kínlódni. Az élet az úgyis mindig kihívások elé állít, szóval előbb-utóbb úgyis kell majd szívni eleget, úgyhogy felesleges akkor is szívni, amikor nem muszáj. Hát ez így pofon egyszerű volt. Jó, mert amúgy alapvetően nem ez volt az elképzelésem, csak aztán láttam, hogy itt talán van elegendő hely hozzá. Itt a 37 darab raklapot fogunk felvenni, de duplán lesz rakva, azt mondták, úgyhogy elméletileg felfér. Közben megjött a kollega is. Álljátok meg! Hol álljak? Hová akarják vajon? Van lenne tudni, hogy mit akarnak. Na most van az, hogy fúj a szél, és ponyvázni kell. Úgyhogy most meg tudjátok nézni, hogy ilyenkor mi van.
hát annyira nem is volt ez vészes. Múltkor sokkal rosszabb volt, 5 és fél perc alatt elponyváztam két oldalt, de most gurul a ponyva, a másiknál még ráncigálni is kell. Úgyhogy ez ebből a szempontból most nem volt rossz. Na srácok, hát itt van ennek a videónak a vége, és a munkának is itt van a vége, mert holnap már máshová megyek. De még annyit gyorsan elmondanék, hogy pár percben, hogy mit tapasztaltam ezzel az Iveco-val kapcsolatban. Motorikusan gyenge, az borzasztó, tehát ez a 460 lóerő, ez simán egy 100-assal kevesebbnek érzed. De egyébként a legnagyobb probléma ezzel az autóval az a baloldali hatalmas holtér ott, tehát az katasztrófa, az szerintem nagyon nehezen megszokható. A kormány az könnyű, egyébként az ülés az elfogadható, a gombok azok nagyon jók, hogy ilyen nagyok, tehát ugye vezetés közben ugye könnyen eléred a gombokat, nem kell annyira nagyon oda nézni, elég csak oda pillantani, tehát ez nagyon kellenek ezek a nagy gombok. Ez a váltó, ez hát megszokás kérdés, amúgy annyira nem rossz, egyébként itt lehet váltani fel és le, hogyha már manuálisban van, illetve automata módban is enged váltani, nem kell átállítani manuális módra. A lámpa kapcsolója az egy picit érdekes helyen van, de ez is csak megszokás kérdése. Illetve a fűtés egy picit fura, hogyha feltekered teljesen, akkor bekapcsol az álló fűtés is. És hát ki kell kapcsolni, aztán bekapcsol megint, szóval az úgy egy picit fura. Ami viszont jó volt, az a hűtő, az nagyon jó volt, hogy ez volt, ez be van kapcsolva folyton, szóval mindig tudtam hűteni a kajámat, meg a szendvicsemet, meg mindent, nem kellett attól félni, hogy megromlik. És ami még szerintem furcsa, vagy megszokás kérdése, az a tempomat ki és bekapcsolás, ez szerintem jobb helyen lenne a kormányon, de Iveco-sok már biztos megszokták ezt is. Figyú, szerintem, hogyha indítasz egy vállalkozást, és csak ki akarod próbálni, hogy megy neked ez az egész, és nem akarsz sokat költeni, meg nincsen úgy büdzséd erre az autóbérlésre, hogyha bemész az Iveco-hoz, és egy egyéves szerződést aláírsz, és kapsz egy vadonatúj autót, 0 kilométerrel, éves 120 ezer kilométerig, nem hiszem, hogy problémád lesz vele. Szóval, hogyha nem is annyira megbízható, mint más, de az első egy évben nem hiszem, hogy meg fog állni alattad. Arra pedig szerintem indulásnak ez az autó nem olyan rossz. Így pedig napi bejárósként, így, hogy nem kell benne lakni, szerintem így sem olyan rossz az autó. Nyilván, hogyha már benne laksz, úgy azért már mások a preferenciák. Természetesen úgy azért már nem annyira jó szerintem. De így bejárni, meg elindulni egyáltalán egy úton vele, egy új vállalkozást elindítani vele, szerintem teljesen jó. Úgyhogy én szerintem jobb ez az Iveco, mint amire számítottam. Mindenki szidja, hogy egy rakásszar az egész, de én ezek alapján rosszabbra számítottam, úgyhogy azért valamilyen szinten kellemesen csalódtam. Úgyhogy nem tudom. Úgy ez a véleményem az Iveco Powerről. Na, holnap megyek máshova melózni, és jövő héten pedig valószínűleg egy tök másik meló lesz, úgyhogy meglátjuk. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót, szavaztok!